Sok szeretettel köszöntöm a nézőket. Ma este folytatjuk a korábban megkezdett beszélgetéseinket. Mai vendégünk Gál Vilmos, aki nem csak történelmi regényíró, de egyben a Magyar Nemzeti Múzeum fő múzeológusa is. Jó estét, szervusz! Üdvözlöm a nézőket! No, én mindjárt ezzel a furcsa dologgal kezdeném, hogy van neked egy hagyományos polgári foglalkozásod is, főmúzeológusként dolgozol. Gondolom van összefüggés a történelmi regényírás, illetőleg a múzeológusi tevékenység között. Igen, tulajdonképpen ez a regény, az Antant Misszió szorosan kötődik a Nemzeti Múzeumhoz, és amikor a szakdolgozatomat csináltam a új és legújabb kori történeti múzeológia szakon, ez ilyen szép hosszú szak volt annak idején, még most is az, akkor a Nemzeti Múzeum két világháború közötti történetéből írtam a szakdolgozatomat, és tulajdonképpen ott találkoztam először Bantóz tábornok tevékenységével, aki ugye az Antant misszió tagjaként, egy négyes tábornoki bizottság tagjaként jött Magyarországra, és néhány tárgya van is a múzeumunkban, illetve a múzeum megmentésében is volt szerepe, és emiatt került aztán az én érdeklődésemnek a homlokterébe az ő tevékenysége. Világos, tehát akkor te tulajdonképpen előbb voltál múzeológus, és utána váltál történelmi regényíróvá is. Igen, bár az egyetem alatt azért próbálgattam magam, novellákat írogattam, verseket is, de a versek azok szörnyűek voltak. Nem csak szerintem, mások szerint is. Tehát, hogyha mások szerint is szörnyűek voltak, akkor biztosan úgy van, mert ugye például az ilyen társkereső hirdetésekben szokták azt mondani, hogy mások által szépnek mondott, de ez akkor ezek a versek ezek szerint nem voltak, még mások által sem szépnek mondottak. Nem, ezek elég gyenge versek voltak, aztán ezzel fel is hagytam, illetve a lányaimnak néha szoktam még vicces verseket írni manapság is. Főleg az iskola kezdés, meg a oboda kezdésnél például elkövettem egy-egy ilyen sziporkát, de ezekre sem vagyok túl büszke. Értem. Szóval, ha úgy vesszük, akkor részben a múzeológusi tevékenységed vezetett arra, hogy regényeket kezdtél írni, amelyek közül ugye az első megjelent regényed ezt a bizonyos Antant misszió címet viseli. Mindjárt kézbe is veszem. Ugye ez az a könyv, amely gyakorlatilag mikor is jelent meg? 2013-ban jelent meg, és hát elég hosszan írtam, 5 éven keresztül írtam, elég sok kutatómunkát is végeztem hozzá. Ez tulajdonképpen a 1919-es román Budapest, illetve kelet-magyarországi román megszállásnak az idején játszódik Magyarországon, illetve Párizsban. Párizsban indul a történet, és aztán onnan érkezik az Antant misszió Magyarországra, Budapestre, és aztán a cselekmények itt folytatódnak, itt bontakoznak ki, és tulajdonképpen a román megszállás folyamatát szerettem volna ebben a könyvben regényszerűen leírni. Egy elég romantikus keretet próbáltam, egy cselekmény keretet adni a valós történelmi helyzethez. Nem tudom, hogy mennyire sikerült elcsípni ezt a romantikus szállat. Nekem volt szerencsém olvasni, számos romantikus elemet tartalmaz persze, de ami talán a legérdekesebb volt, hogy hihetetlenül hiteles volt ez a történet. Tehát az ember talán azért is, mert itt Budapesten játszódik a román megszállás alatt ez a történet, de nagyon jól bele tudta élni magát ebbe a történetbe. Mi az oka annak, hogy ilyen nagyon életszerűre, plasztikusra sikerült, sok kutató munka volt benne, milyen forrásokat használtak? Igen. Az alapforrás az a Harry Hill Bantholdt amerikai tábornoknak a naplója, amely megjelent magyar fordításban is a 90-es évek elején. Amúgy ennek a naplónak az eredetéje is a Nemzeti Múzeumban van, amit ő ugye értelemszerűen angol nyelven írt. Ez egy 3 kötetes legépelt, ilyen hártyapapírra gépelt, bekötött napló, amit ő itt vezetett.
illetve az itteni levelezése, az újságkivágatok, amelyek róla megjelentek, minden benne van ebben a három kötetben. Ez volt ugye az alap. Ezt ő saját maga állította össze, a tábornok, aki... Valószínűleg nem, tehát ez a 20-as években otthon már, amikor nyugdíjba vonult, akkor valószínűleg rendezte az iratait, és ekkor otthon került. Készíthette el ezt a napot. De akkor hogy került ez utána a Nemzeti Múzeumba? Egy pillanat, esetleg még mielőtt belevágunk részletesen, talán annyit érdemes pontosítani, vagy annyit elmondani, hogy 1919-ben járunk, amikor a történet játszódik, és éppen a békeszerződés előkészítése zajlik, aminek a igencsak tragikus végeredményét ismerjük. Trianonban elcsatolják Magyarország kétharmadát, és ebben az időszakban a román csapatok megszállják Magyarországot, megszállják Budapestet, és a győztes hatalmak egy amerikai tábornok vezetésével egy missziót küldenek Magyarországra, hogy a román megszállás által felvetett kérdéseket, problémákat rendezzék el, és ennek a bizonyos missziónak a vezetője, Banthos tábornok, őróla beszélünk most, aki az itt elvégzett néhány hónapos tevékenységéről ezek szerint készített egy naplót Amerikában, ami aztán, és akkor itt merül fel a kérdés, hogy jutott el Magyarországra, és hogy került a Nemzeti Múzeumba. Igen, ez az 1990-es évek elején amerikai magyarok útján került Nemzeti Múzeumba, a naplók is, néhány rajz, ami Banthos tábornokról akkoriban, tehát itt Magyarországon készült, illetve a híres lovagló korbácsa, amely több fényképen is szerepel, ami itt készült róla, illetve aztán a 1936-ban vagy 7-ben egy egész alakos álló alakos szobrot kapott ő, a mai Szabadság téren állították föl ezt a bronzszobrot, és ott is látható a kezében a lovagló korbács, és ez a lovagló korbács is a Nemzeti Múzeumba került, amely mind a mai napig kint ki is van állítva az állandó kiállításban, tehát mind a lovagló korbács, mind az egyik napló a három kötetből. Viszont visszatérve az Antant misszióra, nem ő volt a vezetője, csak hogy pontosítsak, hanem egy négyes bizottság jött, mindenki mellérendelési viszonyban állt egymással, egy francia, egy angol, egy olasz és egy amerikai tábornok jött Párizsból, és tulajdonképpen ők itt naponta váltották egymást, tehát egy kollegiális viszony volt, és minden nap más volt a parancsnok. Éppen azért, hogy ne lehessen azt mondani, hogy mondjuk a francia kinevezi magát, mondjuk ki is akart, tehát ő azt gondolta, hogy jó rangidős, és majd ő fogja vezetni a missziót, és ezt úgy próbálták a Banthos és az angol kollégája Gorton tábornok megakadályozni, hogy ők azt mondták, hogy hát ez mégsem lenne jó, hanem inkább akkor legyen az, hogy naponta váltogassuk egymást, és akkor így próbálták elejét venni annak, hogy esetleg a franciák túlerőbe kerüljenek ebben a bizottságban is. Amúgy tényleg arról volt szó, hogy ez a négyes bizottság azért jött ide, hogy a románokat kordában tartsa, de az a probléma, hogy a franciák és a románok ebben az időben elég baráti viszonyban voltak, hogy így fogalmazzak. Az olaszokkal viszonylag jó volt a magyarok viszonya, annak ellenére, hogy ugye a háború második felében ellenségek voltak egymással. És az angolok és az amerikai pedig olyan semleges, teljesen semleges álláspontot foglaltak el kezdetben, de amint meglátták, hogy valójában a románok mit csinálnak itt Magyarországon, illetve Budapesten, hát a napló alapján is tudjuk, meg más adatok alapján is, hogy kb. 28 ezer vagon ennyi árut, mindenféle árut, tehát a gyárak berendezését, a gyógyszereken, élelmiszeren, tenyészállatokon keresztül mindent elvittek Romániába, mondom 28 ezer vagon, tehát ez egy igen nagy szám. És ezt szépen dokumentálták is, ez volt az egyik dolga az Antant missziónak, hogy a Szolnoki Vasúti Hídnál állt minden nap egy tiszt az Antant misszió megbízásából, aki számolta a vagonokat, hogy hány naponta hány vagon megy ki Magyarországról. Volt olyan, hogy a románok így mondták, hogy hát
Magyarországon csak 6000 vagon van, hát hogyan tudnánk mi 28-eset kivinni? És akkor a magyarok mondták, hogy azért hülyének, vagy a bantosztában mondta, hogy hülyének azért ne nézzetek minket, mert vissza is jönnek az üres vagonok, tehát ez többször meg is fordult Románia és Magyarország között. Aztán későbbi visszaemlékezésekben az is szerepel, hogy nagyon sok kivitt árúval, aztán nem csináltak semmit, tehát magyarán szóval lerakták valahol pályaudvarokon vagy gyárak területén, és aztán hagyták megrohadni. Igazából a kifosztás volt a lényeg, a Magyarország meggyengítése volt a lényeg. Románia azt akart, hogy Magyarország ebből a háborúból aztán évekre, vagy akár egy-két évtizedre olyan meggyengülten kerüljön ki, hogy ne tudjon esetleg például Erdélyel szemben egy visszafogó háborút indítani. Értem. Tehát 1919-ben zajlott éppen Magyarország szisztematikus kirablása a román hadsereg hadhatós közreműködésével, és ebbe a világba csöppent bele ez a bizonyos antant misszió, tábornoki misszió. Mi az oka annak, hogy éppen az amerikai tábornok Bántholc az, aki később szobrot kap, akinek a naplóját a Nemzeti Múzeum őrzi, akinek a lovagló ostorát szintén a Nemzeti Múzeum őrzi, mivel szolgált ő rá arra, hogy szobrot állítsunk neki? De amikor megérkezett, nagyon gyorsan rájött arra, hogy mi folyik Magyarországon. Ezt tudták természetesen a többiek is. És azért az angolokkal jobban volt, illetve az angol száz kollégával, a Gorton tábornokkal jobban volt, és ők tulajdonképpen szövetséget kötöttek egymással. De ebben a szövetségben a Bántholc volt az erősebb. Nagyon jó a napló különben, tehát nagyon jó, igen, igazi modern amerikai stílusban. Nem is gondolnánk, hogy mennyire jó modern amerikai stílusban beszélt már, vagy írt a 20-as években Bántholc. Nagyon jó szlengje is van. Próbáltam különben néhány helyen a beszédében visszaadni azt, ami a naplóból kiviláglik, hogy milyen nagyon jó humora volt. És például amikor a múzeumot megtámadták, vagy ki akarták fosztani a románok, akkor azt úgy írja le, hogy beléptem a múzeumkertbe, elém állt két román őr, akik megpróbáltak megállítani, hát nem kellett volna. Valami ennyivel zárja le. Olyan vagy nyugati, Western stílusú. És hát itt az a legenda, hogy ott a lovagló korbácsával tett rendet itt a múzeumkertben a román őrök között. Ez nincs benne a naplóban, de szeretnénk hinni, hogy így történt. Tehát az őnek az útját elálló román katonákat lovagló korbáccsal fenyítette meg. Igen, igen, hogy átengedjék. Értem. Egyebekben a regénynek mégsem ez az amerikai tábornok a főhőse, hanem egy magyar származású amerikai tiszt. Az ő személye valós? Valós, ő is szerepel Bántholc naplójában, de csak néhányszor említi. Az biztos, hogy Weiss kapitánynak hívták, és magyar származású, kb. Ennyit tudunk róla, és azért választottam őt, két okon volt, hogy őt választam, egyrészt azért, mert ilyen keveset tudunk róla, ezért aztán bármit meg lehetett az ő figurájával tenni. Kiszínezhetett. Igen, 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 ki lehetett színezni, bár fénykép van róla, tehát fényképet láttam már róla. A történet szerint egyébként nagyon jó képű volt ez, igen, a fénykép visszaigazolt. Ezt akartam mondani, hogy sajnos a fénykép alapján egy viszonylag alacsony termetű pufók, átlagos kinézetű emberke volt, a regényben kicsit jobb képűnek ábrázolom, és fiatalabbnak is talán, mint és egy csodás szerelmi történetet fűzöl köré. Igen, hát egy magyar lánnyal ismerkedik meg, és aztán itt miközben egy román ügynökkel kerül élet-halál harcba, közben még szerelmes ugye ebbe a fiatal magyar lányba. Hát ez a cselekménynek a nem valós, ez a fiktív része. És mondom, ezért is ő a főszereplő, nem Bántholc, mert Bántholc annyira jól leírja az itteni tevékenységet, szinte napról napra, sőt néha óráról órára tudjuk, hogy mit csinált. Tehát elég nehéz lett volna egy regényben szerepeltetni, anélkül, hogy ugye fiktív elemeket ne tudjunk beépíteni. De nehéz lett volna őt főszereplőként ábrázolni, mert túl sokat tudunk róla, ezért lett aztán Weiss kapitány a főhős, illetve van egy gyanú, ami nem teljesen bizonyított, de szinte biztos, hogy ő azért nem szerepel különben többet a naplóban, csak ilyen kevésszer,
mert valószínűleg ő valamilyen kémelhárítási, vagy titkosszolgálati feladatot, vagy összekötő feladatot játszott a magyarok és az amerikaiak között. Szinte nyilvánvaló, tehát miért visz magával egy magyarul jól beszélő, magyar származású amerikai tisztet magával Banthoz, hanem ezért, hogy a magyarokkal jobban tudjon kommunikálni. A korabeli magyar arisztokraták németül mindannyian nagyon jól tudtak, angolul is a legtöbben, de azért az angol tudás az már nem volt olyan kézenfekvő. Inkább már a francia, de Bantholdt éppen azért is küldték, mert a németül franciául is beszélt az angolon kívül, tehát őt azért nem lehetett itt eladni Kelet-Európában. Tehát akkor a főszereplő az egy 1919-ben élő magyar származású amerikai titkos ügynök, igazán izgalmasan hangzik. Ez ugye a fiktív része a történetnek, én viszont most még arra kérdeznék rá e könyv kapcsán, hogy a kutatásaid során, a valóságban találtál-e olyan érdekes vagy izgalmas történetet, amelyet szívesen megosztanál itt most velünk. Nekem volt szerencsém olvasni a könyvet, hihetetlenül élveztem, szívesen mazsolázgatnék én is valami érdekes történetet ebből. Igen, tehát a naplón kívül a legfontosabb források azok a korabeli napilapok voltak, amelyek azért érdekesek, mert ekkor ugye a román megszállás miatt cenzúrázták őket a románok, és viszonylag későn, tehát ők augusztus 4-5-én jöttek be Budapestre, és onnan kezdve még 2 hét volt, mire az első lapot megindíthatták a magyarok. És tulajdonképpen 2-3 lap volt az, amely megindult ebben az időben. A vasárnapi újság, az érdekes újság és a képes újság, ezek adták a híreket, ezeket az újságokat én átnéztem. Nem volt nehéz dolgom, mert mondom, mivel cenzúrázva voltak, viszonylag kis méret terjedelemben jelentek meg itt a cenzúra miatt, ezért nem volt olyan, és nem volt olyan sok lap, mint egy normális békeidőben. Ezért viszonylag könnyű dolgom volt, tehát ott a 3 orgánumot kellett átnéznem. És nagyon sok érdekességet találtam, tehát itt a jegyrendszertől odáig, hogy például a kávéházakban tejet nem lehetett a kávéhoz felszolgálni, csak pótkávét lehetett inni. Voltak hústalan napok, ami be volt osztva az éttermekbe, hogy mondjuk hétfőn, szerdán és szombaton nem lehetett húsos ételeket adni, és ezt meg is próbáltam valamilyen szinten a regénybe beépíteni. Tegyük fel egy olyan egyszerű dolog, hogy elviszem egy étterembe a főst és a kedvesét vacsorázni, és akkor mondjuk éppen kiderül, hogy éppen hústalan nap van, és nem tudnak azt tenni, amit szeretnének, tehát ezeket meg lehet oldani viszonylag egyszerűen a regényben. Volt még egy nagyon érdekes dolog, a lóverseny, amit mindenképpen bele akartam venni. Tulajdonképpen minden lapszámban ott vannak a lóverseny eredmények, és én nem is értettem először, hogy ez hogy van, hogy itt vannak a románok, még alig van vége a háborúnak, de már a lóverseny szezon, így őszi szezon ráadásul beindul. Ráadásul tudtam azt, hogy éppen a lóversenypályát a tanácsköztársaság alatt káposztaföldnek használták a kommunisták. Tehát ott, márhogy azt a lóversenypályát, amit mi lóversenypályát itt ismerünk, a Kerepesi útját, és én nem jött először át, hogy hol is van ez. Ja, tehát a káposztaföldön nyilván nem lehetett lóversenyt szervezni. És régen az Alagi pályán volt a lóversenypálya, és ebben az időben már, ugye meg Kerepesi pálya már létezett, Alagon már csak a... Hát a lovak, most ma is, igen, ma is megvan különben a pálya. De az ott a mai Dunakeszi tárgyakorlat. Igen, de akkor már csak edzésre használták, meg lovakat tartott, versenylovak istálói voltak ott, de amiatt, hogy ugye Pesten nem lehetett megtartani, ezért megint kivitték, újra kivitték oda a versenyeket. És ehhez tartozik egy elég tragikus történet. Az egyik versenyről visszajöve a vonat Újpestnél, ugye elég komoly, tehát a magyar vasút történetben az egyik legkomolyabb szerencsétlenség ekkor ott történt. 11 ember meghalt, és nagyon sok sérült volt, tehát elég komoly baleset volt akkoriban, és nem azért, mert kisipkolt, hogy valami, hanem olyan rengetegen voltak a vonaton, hogy még a ablakokban, meg az ajtóknál is lógtak, és ahogy jöttek be az újpesti pályaudvarra, az ott lévő álló
szerelvények ajtajai nyitva voltak, és ezek lesodorták tulajdonképpen a gyorsan száguldó, vagy hát nem tudom mennyivel mehetett, egy 50-60-nal menő vonatról lesodortak rengeteg embert, mire meg tudott állni. De ez akkor összefüggött a lóversennyel? Igen, a lóversenyről jöttek haza. Tehát a lóversenyre annyira sokan elmentek Dunakeszire, hogy azonnan visszatérő érdeklődők megtöltötték annyira a vonatot, hogy fürtökben lógtak róla, és sajnos balesetet okozott. Igen, sokan meg is haltak, megsérültek, és ezt is úgy tettem bele a regénybe, hogy a szereplőket elvittem egy lóversenyre, még a lovak neve is hiteles, tehát az is az újságból van, hogy most milyen lovak felfeltek a versenyeztek, fogadtak is természetesen a szereplők, hát mivel romantikus regény, azért még nyertek is, és amikor visszafelé jöttek, ők autóval voltak, akkor szembesültek a tragédiával, mert ugye az út a régi kettes út az ott megy el a pályaudvar mellett, és tulajdonképpen látták a szerencsétlenséget, és akkor ők is ebben úgymond segédkezet nyújtottak, hogy a sérülteket ellássák valamilyen szinten. Igen, tehát ez a regényed az, amit olvashattam már, viszont úgy tudom, hogy hosszú-hosszú írói tevékenység eredményeképpen megszületett az új regényed is. Hallhatnék erről is egy pár szót? Igen, hát a napokban fejeztem be, illetve hát azért még simításokat még most a napokban is végzek rajta, még javítások, a végén az epilógus még nincs teljesen kész. Tehát még olyan szinten nincs kész, hogy kiadásra még nem alkalmas, de azért most már január végéig szerintem már odáig jut. Tehát elkészültél nagyjából a kézirattal. Tulajdonképpen igen. Hát ez is egy 20. századi történet, és ez a második világháború elején játszódik, mégpedig 1939-40-ben, amikor Lengyelországot ugye megtámadják, a németek majd 3 héttel később a szovjetek is, és Lengyelországról Magyarországra több tízezer lengyel menekült érkezik. Katonák is több tízezren, illetve polgári menekültek is. Összességében ma sem tudjuk pontosan a számokat, de olyan 100 000-es nagyságrendre satszolják ezt a tömeget, ami átlépte nagyon gyorsan, 2-3 hét alatt szeptember végén a magyar határt. Ugye szerencsére akkor már volt újra lengyel-magyar közös határ, és ez megkönnyítette az átkelést. És tulajdonképpen a könyv az a lengyel menekültek itteni életéről szól, illetve egy kisebb izót, tehát egy mikrotörténetet ragadtam ki, egy faluban, egy internálótáborban játszódik. Ugye azt tudni kell, hogy a lengyel katonákat a magyarok a nemzetközi jog értelmében internálni voltak kötelesek, magyarán szólva itt táborokat kellett kialakítani, de a barátság az megvolt a lengyelekkel, azért is fogadtuk be őket akkoriban, és ez abban is megnyilvánult, hogy a lengyel katonáknak az emigráns kormányuk azt a parancsot adta azonnal, amikor ők átjöttek Magyarországra, hogy amint lehet, nekik tovább kell menni Magyarországról és csatlakozni a németek elleni alakulatokhoz a szövetséges oldalon. Ez akkor elsősorban Franciaországot jelentette, és a magyarok hallgatólagos beleegyezésével ők szépen elszökdöstek a táborokból. Ez olyan 24 ezer embert érintett, tehát ez nem volt egy olyan kis szökés. Értem, tehát lengyel menekültek érkeznek Magyarországra. Ezeknek egy jelentős hányada katona. A nemzetközi jog, illetőleg a szövetségi rendszerek alapján ezek gyakorlatilag Magyarország vonatkozásában ellenséges katonáknak tekinthető. Igen, illetve internálni kell, mert nem fogolytáborba kerülnek, az ugye súlyosabb dolog lenne, hanem az internálás az egy lazább, tehát például kijárhattak a táborból a faluba, akár fölmehettek Pestre is, hogyha volt igazolásuk, és ez könnyítette meg azt is, hogy ezekkel a papírokkal, hamis papírokkal esetleg, ők szépen Budapesten keresztül a jugoszláv határa mentek. Ez körülbelül a 39 októberétől 40 nyaráig le is zajlott, ez az ők evakuációnak nevezték, tehát a lengyelek maguk között. Egy nagyon jól szervezett hullám volt ez, amely néhány hónap alatt szépen Magyarországon
átsöpört. Tehát gyakorlatilag a magyaroknak a hallgatólagos jóváhagyásával a lengyel katonák kimasíroznak ezekből az internálótáborokból azért, hogy csatlakozzanak a németek ellen folyó háborúhoz. A kimasírozás az annyiban nem igaz, hogy azért ez tényleg szökés volt, tehát ők éjszaka szöktek, csendőrök, hogyha elkapták őket, akkor visszavitték, vagy más táborba vitték, tehát formailag a magyarok vigyáztak arra, hogy ők nem engedik el a lengyeleket, csak hát mondjuk a drótkerítésnél a magyar baka sétált, van ilyen karikatúra is róluk, és éppen félre néz, és közben három lengyel meg próbál a drótkerítésen átszökni. Tehát magyarán szóval Teleki Horthy is tudott erről, hallgatólagos beleegyezéssel kiadták a parancsot a katonai vezetésnek, illetve a belügyminisztériumnak is. A belügyminisztérium volt az, aki a polgári lakosokat védte, vagy tehát a lengyel polgári menekülteket kellett, hogy ellássa. Ennek különben Antal József, a idősebb Antal József volt a szervezője, mint osztálytanácsos, a miniszterelnök ifjabb Antal Józsefnek az édesapja. És ő ezért nagyon nagy tiszteletnek örvend mind a mai napig is Lengyelországban. Nagyon sokat tett a lengyelekért, az életét is veszélyeztette, mert nagyon kis hír volt, hogy őt nem hurcolták el a németek 44-ben Magyarországról, tehát nagyon kis hír volt annak, hogy ő megmenekült. Ugyanígy a katonai vonal is segítette a katonákat a szökésben, ezt egy Baló Zoltán nevű ezredes irányította magyar részről, és tulajdonképpen útlevelekkel, ruhákkal is segítették a lengyeleket, de úgy, hogy mi erről nem tudunk, félrenézünk, és néha csúnya jelentéseket írunk fölfelé, meg a németeknek, hogy hát igen, mi látjuk, de hát nem tudunk mit csinálni. Szögdösnek a lengyelek, próbáljuk ugye megakadályozni, de hát ez van. Nem tudunk mit tenni, és végül is mondom, 40-re már olyan kevés lengyel katona maradt, hogy már érdektelenné vált a történet, mert a nagy részük olyan 30 ezeren jöttek át, és mondom, abból olyan 24-25 ezeren azok el is hagyták Magyarországot. Tehát a maradék az itt maradt, a polgári lakosok is itt maradtak. Körülbelül mennyi polgári lakos maradt itt? Ezt nehéz megmondani, de olyan 50-60 ezerre teszik a számukat. Azért nehéz megmondani, nagyon sok zsidó származású lengyel is átjött Magyarországra, és őket próbálták rejteni, főleg a gyerekeket, és ezért a számok mai napig nem biztosak. Tehát valószínűleg az adatok, amik nyilvánosak, vagy ezt hozzá lehet férni, az jóval kevesebb annál, mint ami valójában megfordult Magyarországon. A polgári menekültek közül is persze néhányan, akik veszélyeztetve érezték magukat Magyarországon, akár a zsidó származás miatt, azok megpróbáltak ugyancsak Jugoszlávián keresztül evakuálni. Ugye a Franciaország megszállása után már Franciaország nem jöhetett számításba, ott onnantól kezdve Szíria felé, tehát a Közel-Kelet felé mentek a lengyelek, és ott Szíriában is katonai alakulatokat hoztak létre a lengyelekből, akiket aztán például az észak-afrikai harcokban bevetettek. Hát, de igazából az én történetem, mondom, az egy mikrotörténet, és itt is egy szerelmi történet van a középpontban, egy lengyel festőről szól, és az ő magyar szerelméről. Ez egy helyek közel igaz történet, a lengyel festő valóban itt élt egy magyar internáló táborban, menekültként. Tehát katonatisztként jött, de az eredeti foglalkozása, civil foglalkozása az festőművész volt, és ezt egy magyar nénének a visszaemlékezéséből tudjuk, aki ezt megírta, hogy amikor itt volt ez a tiszt Magyarországon, akkor ő fejébe vette, hogy kifesti a helyi kultúrházat a magyaroknak, tulajdonképpen azért, mert őt befogadták, tehát volt egy ilyen személyes szál, igen, egy ilyen hálakép köszönetként festette ki, ráadásul magyar motivumokkal, tehát vett helybéli mintákat, vett alapul palóc mintákat, matyó mintákat, ez Vámos Mikolán játszódik ez a történet, és mikolai mintákat vett alapul. Tehát ez mind szépen ebben a visszaemlékezésben megvan, még az is szépen le van írva, hogy melyik fal részekre milyen díszítéseket tett föl. És tulajdonképpen a regény egy részlete maga a mű megszületésének a stációja, hogy ez hogyan valósul meg. Ezt
tulajdonképpen egy motívum a regényben, hogyha úgy veszük, tehát hogy a köszönet, a lengyel köszönet a magyar befogadásért. Tehát ennyit tudnék most így elmondani róla, mert amúgy világos. Kicsit bonyolultabb és hosszabb a történet. De viszont, ha mindent elmondanék, akkor nem kéne elolvasni. Viszont hihetetlenül furcsa áthallása van ennek a történetnek. Ugye, mikor kezdtél hozzá ennek a megírásához? 2009 környékén. 2009 igen. Környékén. Akkor még se híre, se hamba nem volt ennek a hatalmas menekült áradatnak, úgyhogy egészen biztos, hogy nem ez ihletett meg. Időközben viszont megváltoztak a viszonyok itt Európában is. Ráadásul minek utána azt említetted, hogy a lengyelek Franciaország megszállása után már Szíria irányába menekültek. Igen, igen. Nyilván éppen egy ellenkező irányú népmozgás figyelhető meg most éppen Európában. Mi a meglátásod ezzel kapcsolatban? Lehet párhuzamot vonni a lengyel menekültek magyarországi tartózkodása, illetőleg a mostani menekültválság között? Én két gondolatot szeretnék itt megemlíteni. Egyrészt mind a kettő ugyanarra lyukat ki végül is. A lengyel menekültek, illetve az 56-os magyar menekültek kérdése. Ugye ezt felemlegetik, főleg az 56-os magyar menekülteket nyugaton is, illetve akár még magyar liberális oldalról, hogy hát miért nem vagyunk befogadóbbak, lám-lám, 1956-ban több mint 200 ezer magyar menekült ment át Ausztrián keresztül Nyugat-Európába, akiket milyen szépen fogadtak, beilleszkedhettek a társadalomba, adtak nekik munkát, tovább mentek Ausztráliába, Amerikába, Kanadába, stb. Hát igen, csak hát ez azért nem annyira jó példa, mert azok a magyar menekültek, az a 200-250 ezer magyar menekült, nagy része fiatal egyetemista, katolikus, tehát a nyugat-európai rendszerbe, társadalmi rendszerbe, kultúrkörbe azonnal be tudott integrálódni. És amikor átmentek, hát vannak ezekről akár filmfelvételek, vagy fényképfelvételek, átmentek Ausztriába, azt igen nyugodtan, szolidan tették, nem akartak kerítéseket bontani, nem akartak esetleg a pályaudvarokon keresztény osztrák nőket kirabolni, vagy esetleg mást megkapni tőlük. Tehát ők jól, úgymond normálisan jól viselkedtek ebben a menekült létben, és aztán valóban megkapták a lehetőséget, hogy beilleszkedjenek, de a többség különben az elég művelt, vagy gimnázium utáni fiatal, vagy egyetemista fiatal volt, vagy akár egy szakmunkás is, hogyha az egy jó szakmunkás, nagyon könnyen kaphatott munkát akár Franciaországban is. Én voltam kint 2008-ban Párizsban, éppen 56-os magyarokkal csináltam ilyen életinterjúkat, oral history interjúkat, tárgyakat is gyűjtöttünk tőlük, és tulajdonképpen mindarról számolt be, hogy nagyon gyorsan tényleg be tudtak integrálódni. Tehát mondom, ők egy keresztény kultúrkörbe, jöttek egy keresztény kultúrkörbe, és viszonylag magas szintű műveltséget is vittek magukkal, tehát a beilleszkedésük ilyen szempontból nem is lehetett nehéz. Másrésztről Nyugat-Európának akkor is, most is nagy szüksége van munkaerőre, de akkor is nagy szüksége volt, tehát emiatt is örömmel fogadták azt a viszonylag nem nagy létszámú, a mostanihoz képest nem nagy létszámú magyar menekültet, azt a 200-250 ezer embert. Úgy én, hogy a lengyel menekültekre is ezt el lehet mondani, így tulajdonképpen egy baráti nép voltak a magyarok számára, tehát testvérnépként tekintünk mai napig egymásra a lengyelekkel, nagyon szoros történelmi kapcsolataink miatt, ugye, ami már Szent István korától léteznek, és ők is harcoltak a mi szabadságharcainkban. Mi is harcoltunk az ő szabadságharcaikban, tehát egy nagyon szoros testvéri érzés is volt. Tehát ebben a lengyel menekült kérdésben a magyarok nagyon jól szerepeltek. Tehát azt lehet mondani, hogy nagyon sok visszaemlékezést olvastam, magyart is és lengyelt is, és nagyon-nagyon kevés az olyan, amiben valamilyen negatívum fölbukkan. Tehát mondjuk a 99,9% az mind a két oldalról pozitív. Egy-két lengyel említi, hogy néhány katona esetleg nem bánt velük olyan jól,
vagy hogy a magyar lakosság részéről voltak negatív tapasztalatok is, de ez nagyon-nagyon ritka volt. És tényleg a állami vezetés, tehát a közigazgatási része is rendben volt a dolognak, nagyon szépen ellátták a lengyeleket. Jobbára Balaton környékére, illetve olyan helyekre tudták a polgári lakosságot is elszállásolni, ahol nyaralók voltak, nagyobb helyek, üresen álló helyek, ahova ilyen tömegeket el lehetett akár több évre is szállásolni, illetve például az egyetemeket is megnyitották az olyan lengyel fiatalok előtt, akik már egyetemre jártak Lengyelországba, azt azonnal felvették a magyar egyetemekre. Csináltak nekik természetesen egy gyorsított nyelvi kurzust, egy fél évig kellett járni, és utána abban a szakban, amit ők már elkezdtek Lengyelországban, azt a szakot folytathatták Magyarországon, de ugyanígy egész Európában, ugye ez a leghíresebb erről az egész történetről, hogy Magyarországon volt az egyetlen Európában olyan iskola, gimnázium, ami lengyeleket tanított a II. Világháború alatt. Ez Balatonbogláron működött, és ugye ez a Varga Béla plébános volt ennek a szervezője, aki országgyűlési képviselőként is, kisgazdapárti képviselőként is politikai szerepet játszott ebben az időben. Tehát akkor azért nem lehet párhuzamot vonni a lengyel menekültek Magyarországra érkezése, illetőleg a mai menekült válság kérdései között, mert egy testvérnépről, hasonló kultúrkörnyezetből érkezett tömeg érkezett akkor ide. Igen. Maradtak is itt egyébként? Hát 1945-ben a maradék az nagyrészt szervezetten visszatért Lengyelországba, de maradtak, természetesen Magyarországon házasságok kötettek, volt, aki nagyon jól megtanult magyarul, egyetemistaként itt maradt, és aztán itt tervezte és élte is le aztán az életét, de ez nem volt túl jelentős szám, tehát olyan 1200 azoknak a száma, akik itt maradhattak. Viszont volt itt Magyarországon különben lengyel kisebbség, ami ma is töredékében még megmaradt, de 1900-as évek elején nagyon sok lengyel munkás jött Magyarországra, több mint 10 000. Főleg Kőbányán telepedtek le, és ma is Kőbánya az egyik legfontosabb lengyel központ. Még most is azt hiszem, az egész országban olyan 10 000 körül van. Tehát akkor a lengyelek száma Magyarországon. A lengyelek, akik ma a lengyel kisebbséget alkotják, és mondjuk például templomuk van Kőbányán, igen. Ők ezek szerint nem a 39-40-es esztendőben érkeztek? Egy részük, de inkább kisebb részük, tehát egy 10%-uk lehet. Igen, de az is jelentős, főleg bányászok például Dorog környékén, lengyel bányászok helyezkedtek el, akik úgy gondolták, hogy nem érdemes hazamenni, mert itt megtalálták, főleg itt a házasságok voltak a fontosak, tehát itt megtalálták a házastársat, szerelmet, akkor gyerekeik születtek, nem akartak már visszamenni Lengyelországba, itt már egzisztenciát teremtettek, de például ebben a történetben is szerepel fogorvos, cipészpék, akik ott Vámos Mikolán a visszaemlékezés, tehát a hiteles visszaemlékezés szerint kitelepedtek a faluba, az internáló táborból, és praktizáltak, tehát a fogorvos praktizált, a cipész cipészkedett, ő itt is maradt, a cipész az megházasodott, és itt maradt. A pékek a pékségben dolgoztak, a magyar pékségben, tehát vállalhattak munkát is. Mi lett ennek a regénynek a címe? A munkacím az lengyel freskó, ugye a freskó festő falfestményeire utal, de igazából a freskó megpróbálja megfesteni ezt az egész menekült kérdést, lengyel menekült kérdést, ami itt volt abban az időben, mert ugye csak egy mikrotörténet, de próbálom azért kibontani, tehát megpróbálom bemutatni ezt az egész sztorit, hogy ez hogyan működött, hogyan mentek ki a katonák, aztán Jugoszlávián, hát Franciaországba. A festő is különben elmegy, tehát miután megfesti a falképeit, ténylegesen, tehát ez is le van írva ebben a visszaemlékezésben, hogy ő is elhagyja Magyarországot, Franciaországba megy, és aztán nem tudni róla később, hogy mi lesz elő, valószínűleg meghalt a franciaországi harcok során. Értem. A
két regény alapján úgy tűnik, mintha te a 20. század krónikása lennél. Én a nézők kedvéért még azt elárulom, hogy volt szerencsém olvasni tőled egy rendkívül szórakoztató novellát is, ami jóval korábban játszódik. Gyakorlatilag Hunyadi levelét elszállító holló szemén keresztül mesélted el Hunyadiéknak a történetét, illetőleg hát elsősorban Szilágyi Erzsébet, illetőleg Hunyadi Mátyásnak a levelezése kapcsán merül föl, úgyhogy azért a régebbi korokban is elkalandoztál. Igen, hát vannak terveim, de inkább csak 19. század, tehát regényterveim vannak, de legkorábbra mondjuk a 48-49-es szabadságharchoz fogok visszanyúlni, legalábbis a mostani terveim szerint. Annál korábbra nem nyúlok, van elég jó magyar töltemi regényíró, akik megírják a korábbi korok történeteit is szerencsére. Értem. Egy másik témára hagy kalandozzak még el. Ez a fő múzeológusi foglalkozás, állás engem borzasztóan foglalkoztat. Szerintem nem vagyok egyedül azzal, nem tudom pontosan, hogy mit csinál egy fő múzeológus. Kicsit avass már be bennünket ebbe a kérdésbe is, hogy mit tud tenni egy múzeológus a nap 8 órájában, amikor éppen dolgozik. Legelején kezdeném, hogy amikor felvettek engem a Nemzeti Múzeumban, akkor családban sem nagyon tudták, hogy mi fánterem a... Tehát nagyobb, tágabb családban sem tudták, hogy mi fánterem a múzeológus. Azt gondolták, hogy múzeológus. Ezt sokan ezt gondolták, de volt egy rokon néni, aki hát egész életében gyárban dolgozott három műszakban, és amikor mondtam, hogy kérdezte, hogy hát akkor hol dolgozol, Vilmoska? Hát mondom, Nemzeti Múzeumban vagyok múzeológus. És hány műszakban vagytok? Háromba? És akkor én nyertem egyet, hogy hát tulajdonképpen nem, csak nappal járunk be, mert most már ugye vannak múzeumi éjszakák is, és néha be kell járnunk előadásokat tartani, amikor ugye Szent Ivánnál van. Mit csinál egy múzeológus? Hát a munkakerül leírásunk az jó vastag, úgy, de ezt nem sorolom föl. A legfontosabb az a kiállítások rendezése, tehát hogyha megbíznak mondjuk azzal, hogy csináljunk egy lengyel-magyar történelmi kapcsolatok kiállítást, mint ahogy ez meg is történt néhány évvel ezelőtt. Innen jött aztán ez a regény, mert akkor találkoztam ezekkel a nagyon szép visszaemlékezésekkel. Akkor csinálunk egy kiállítást, amihez ugye tárgyak kellenek, a tárgyak vagy nálunk vannak, és az egyszerűbb eset, mert akkor a Nemzeti Múzeum a saját tárgyaiból válogatva hoz létre egy kiállítást. Itt sem egyedül dolgozunk, hanem általában tímmel, ugye egy lengyel-magyar kiállításnál, ami 1000 évetől állt föl, ott különböző korokat, különböző múzeológusok vesznek át. Én ugye a legújabb kori, tehát a 19.-20. századi részt csináltam, 4-en csináltuk. És ugye ott akkor együtt kell működni például kiállítás rendezőkkel, akik megmondják, hogy milyen vitrínbe tegyük a tárgyakat, milyen színű legyen a fal, stb. Ezt mind egy team munkában kell megcsinálni. Ez szerintem a legizgalmasabb része a múzeológusi munkának. Nagyon nagy izgalommal jár, tehát ez majdnem olyan, mint egy ilyen színházi rendezés, vagy éppen az utolsó pillanatra tényleg elkészül, de tényleg mindig az utolsó pillanatra készülünk el, utolsó nap reggel még feliratokat vágunk és teszünk ki a vitrinekbe, tehát elég nagy izgalommal telnek az utolsó napok egy kiállítás megnyitása előtt. Ez talán a legérdekesebb, legizgalmasabb munka. A másik pedig, amit én nagyon-nagyon szeretek, az a gyűjtés, tehát a gyűjtő munka, ami mondjuk nálunk történészeknél teljesen más, mint a régészeknél, mert ugye a régészek az ásnak, a történészek meg próbálnak tárgyakat gyűjteni, aminek sokféle változata lehet. Na hát, hogyan gyűjtesz te tárgyakat? A legegyszerűbb az, hogy mondjuk behozza valaki, ilyen is van, és akkor vagy ajándékként, vagy tehát felajánlja a vásárlásra. De van az embereknél olyan érdekes dolog, ami egy múzeum számára? Nagyon sok minden van az embereknél, de a legtöbben természetesen pénzt akarnak érteni a múzeumnak, mert nagyon kevés. Na egy dolgot árulj el, hogy láttál-e már, hoztak-e már be olyan dolgot, ami igazi érdekesség vagy kuriózum volt? Ilyen volt-e, hogy... Volt, mondjuk nem akarom konkrétan megnevezni a tárgyat, mert még azóta is szerintem a műtárgy piacon van. Egy 20. század elején nagyon szép
félig bútor, félig ékszer dolog, negyedik Károlyhoz kapcsolódik, tehát egy ilyen szobadísz mondjuk így, amiért most nem is emlékszem, hogy mennyit kértek, de nagyon sokat, tehát több 10 millió forintról volt szó, és hát mi úgy gondoltuk, hogy ez nem ér annyit. Azóta ekkor nem vettük meg, és azóta még újrabban kétszer legalább föltűnt a piacon, és most már a legutóbb már még magasabb összeg érte. És még mindig nem kelt el, ha jól tudom. Tehát voltak ilyen hatalmas összeget érő, bár szerintünk nem ért annyit, mint amennyire kínáltak tárgyak. De például a Sztálin szobor, ugye 56-ban ledöntött Sztálin szobort, ugye ledöntötték és szétdaraboltak. Ennek még nagyon sok darabja ma is valószínűleg ismeretlen helyen van, tehát magánszemélyeknél lehet. Az egyik nagyon nagy darabja, az egyik kézfeje az már régóta a Nemzeti Múzeumban van, ki is van állítva, és pár éve jelent meg a fül, a bal füle. A bal füle? A bal füle a szobornak. Elképzelem, ahogy gyakorlatilag a hóra alatt valaki Sztálin fülével besétál a múzeumban. Nem így jött be, hanem egy e-mail jött, és én mentem ki megnézni, tehát ez is a dolgunk, hogy akár ki kell mennünk webodot, helyszínre. Jött egy e-mail, hogy kedves Nemzeti Múzeum, el szeretném adni. Itt van nálam itthon Sztálin füle, és el szeretném adni, jöjjenek, nézzék meg, és te mentél ki megnézni. Persze, ez így van, tehát a múzeológus megy ilyenkor megnézni a tárgyat, hogyha nem hozzák be. Mekkora Sztálin füle? A Sztálin füle az 39-40 centi a hossza. Tehát ez kb. Így, és olyan 5-6 kiló a súlya. 5-6 kiló. És az is érdekes, hogy bizonyosodtunk meg arról, hogy ez valóban ez. Volt egy igazolás egy másik múzeumtól, azt nem tudom, hogy ők hogyan igazolták. Én egyszerűen, a kiállításban van egy Sztálin szobrunk, ami az eredeti szobornak a kicsinyített mása. Annak megmértem azt a kézfejét, ami ugye nálunk van nagyban, meg a fülét, tehát egy ilyen egyszerű arányszámmal. Utána megnéztem a nagy kezet, és utána a fület, és az arányszám stimmelt, és mivel ez a legnagyobb köztéri szobor Magyarországon, ami valaha is állt a Szabadság szobron kívül, tehát ennél nagyobb fül szobron nem lehetett Magyarországon, magyarán szólva. Úgyhogy ez bizonyos volt, meg lehetett volna egy anyagvizsgálattal is állapítani, de az olyan sokba került volna, hogy nem ért annyit a tárgy. És amúgy, a Sztálin szobrot ugye 56-ban lángvágottak le, és aztán darabolták föl. Gyakorlatilag ez akkor generációról generációra átháromlott. Hát valaki azt mondta, hogy édes fiam, itt ez a fül, vigyázz rá. Itt a sztori is mindig érdekes, hogy kerül, hogy marad meg, hogy kerül a birtokba. Például a kéz az nagyon jó sztori, ugye ami már nálunk volt, az Pécsi Sándor, a neves színész, nem tudom, hogy neked még mond-e valamit a neve, 50-es, 60-as években az egyik legjobban jegyzett magyar színésznek számított. Én még emlékszem filmjeire, de hát én már öreg vagyok, sok fiatalnak már semmit nem mond a neve. És ő ilyen gyűjtögető ember volt, és hallotta, hogy döntik a szobrot, kocsival oda ment a helyszínre, és hát ugye híres ember, megismerték, és mondta, hogy hát ő szeretne egy darabot. És ugye híres ember volt, azért jó nagy darabot kapott. Kocsiba betették ezt a kézfejet, elvitték. Ő viszonylag gyorsan a 60-as években, most nem tudom pontosan mikor halt meg, ott állt a kertjében, az özvegye az félt, hogy hát ugye Sándor az nagy ember volt, őt nem bántották, de esetleg őt fogják, úgyhogy elásták a kertben a készfejet, és valamikor a 80-as évek végén került elő, és akkor eladták a múzeumnak, tehát így került múzeumba az a bizonyos kész. Hát a végén még összeáll egy komplett Sztálin puzzle. Hát a fül utána kaptunk még füleseket, két-három ember még jelentkezett, de azt mondtuk, hogy igazából nem akarunk puzzle-ezni, tehát nem akarjuk újra összerakni a Mikus Sándornak a Sztálin szobrát újra, ez a kettő nekünk már elég. Ez különben vásárlás útján került hozzánk, és az is érdekes, hogy hát sokat kértek érte, mi kevesebbet akarnak, és úgy volt, hogy nem is kerül oda. És a fiatal ember, aki volt, az aukcióra bocsájtotta. Nem mondom az árat. Vagy mennyiért? Nem kellett senkinek, úgyhogy aztán visszajött hozzánk, és de azt mondta, hogy... De ez végig is lehet publikus, nem? Hogy mi volt az hát ár az aukción? Nem... Hát az aukció ár... Nem vettétek meg annyira? Annyira nem vettük meg, 2 millió volt.
kikiáltásé el, de meg se kérdezte senki, tehát nem is... Nem volt érdeklődő. Nem volt érdeklődő. Amúgy én csodálkoztam, tehát én azt hittem, hogy el fog kelni. Tehát, neked lett volna otthon 2 milliót, megvetted volna. Nem biztos, de tényleg, tehát ennek nincs érték. De azért nehéz volt meghatároznunk nekünk is, hogy mi mennyit ajánljunk érte, mert ez egy tényleg egyedi tárgy. Tehát ebből nehéz. Jó, hát most Bás is behozhat egy darabot. Nem lehetne használni maximum hamutartónak, tehát. Igen, de ennek a történeti értéke nagy, hogy az 56-os Sztálin szobornak egy tényleg nagyobb darabja, mondjuk az vicces, hogy pont a füle, mert egy kézzel még oké, okay. De amikor tényleg először leírtam a jelentésemben, amikor most meg szeretnénk venni a Sztálin szobor palfülét, az mondjuk eléggé vicces, ugye, hogy leírja az ember. Értem. Hát ilyenekkel foglalkozunk. De hát, gyűjtés. Mit gyűjtöttök még? Mit gyűjtöttél te? Hát ugye én 20. századot foglalkozom, úgyhogy főleg a 20. századot politikai személyiségekhez kapcsolódó tárgyakat gyűjtök. Én a saját gyűjtem. Vagy politikai személyiségekhez kapcsolódó tárgyakat gyűjtett? Igen. Hát így konkrétan így járkálsz a miniszterelnök meg a köztársaság elnök után, és de ez, tehát maga ebből a csészőből ívott. Igen, de maga a gyűjtemény olyan, hogy tehát itt Hortitól Bethlenig minden van. És aztán természetesen Kádártól is, Rákosi, Rajk is van, és tulajdonképpen amikor oda kerültem 1998-ban, tehát már jó régen a múzeumban, onnantól kezdve azt gondoltuk, hogy a jelenkort is kell gyűjteni, hát akkor elmentünk a rendszerváltás túlnapjainkig tulajdonképpen a választásokra is, tehát akár a választási anyagokat is gyűjtjük, politikai pártok anyagait is gyűjtjük, és a személyiségek anyagait is próbáljuk. Ez nem mindig megy egyszerűen, tehát ugye nekem nincs egy noteszom, hogy most akárkit fölhívjak, én néha az nehézséget okoz, hogy egy viszonylag ismertebb politikust elérjünk, de azért már elég sok mindenkitől gyűjtöttünk tárgyakat, és most ebben az évben is, tehát 16-ban is reménykedem, hogy most már előre haladott tárgyalásokat folytatok. Van amit el tudsz mesélni, hogy milyen fajta tárgyaid vannak ismert emberektől, akár politikusoktól, akár másoktól? Nem de neked, hanem nyilván a múzeumnak. Természetesen. Antal József, tehát ami már ugye jelenkor mondom csak, mert ugye régebbi is, amit már említettem, az is ilyen szép számmal van nálunk. Antal Józseftől is vannak tárgyaink. Hát ezek főleg politikai pályájához kapcsolódó, tehát mondjuk töltött valamivel aláírta a Varsói szerződésből való kilépést. Tólból nagyon sok van, tehát tólaink nagyon sokan vannak. Európai Unióhoz csatlakozás, a Európai Alkotmány aláíráshoz kapcsolódóan. Gyurcsány Ferenctől is van ilyen úton beszerzett tollunk. Medgyesitől is. Madarattollárok. Igen. Aztán a köztársasági elnököktől szinte mindenkitől gyűjtöttünk már. Köztársasági elnöktől? Igen. Hát ugye szegény Göncz Árpád nem olyan régen halt meg, esetleg ő tőle valami... De még életében nagyon sok mindent adott a múzeumnak. De van olyan, amit, mit tudom, hogy meg tudnál említeni, hogy tőle származik, vagy... Tőle személyes tárgyat nem kaptunk, hanem azokat az ajándéktárgyakat adta a múzeumnak, amit ő reprezentációs utazások során, reprezentációk során kapott, akár Magyarországról, akár külföldről, illetve a kitüntetése, ez nem nálam vannak, az az éremtárhoz tartozik, az összes kitüntetését odaadta a Nemzeti Múzeumnak. Általában ez különben szokás, tehát így a kitüntetéseket a család, mondjuk a illető halála után át szokta szívesen adni, hiszen igazából nem tudnak vele mit kezdeni, és egy múzeumban mégiscsak jobb helye van. Nagyon sok kitüntetés van olyan, amire nem is gondolnánk, de külföldi különleges kitüntetések, akár államfők, miniszterek részéről, ez akár a Kádár korszakra visszamenve is elég bő nagy skála van a Nemzeti Múzeumban ilyen tárgyakból. Én hallottam egy nagyon érdekesnek hangzó dolgot, hogy az egészen friss történelmi fejleményekhez kapcsolódóan is folytattál gyűjtéseket, amiből még kiállítás is lett. Most nem tudom, mire gondolsz a Vörös Iszap? Igen, katasztrófára. Hát ez egy saját magánakció volt. Ugye 2011-ben volt a katasztrófa októberben, és... Csak, hogy hallható legyen, tehát a Vörös Iszap katasztrófa van szó. És akkor... Devecserre mentem le, igazából... Volt még 2 nap szabadságom, és mondtam a feleségemnek, hogy lemennék segíteni, fölhívom a katolikus karitást, és akkor lemegyek
ténylegesen dolgozni. Nem tudtam, mit fog hozzászólni, de legnagyobb örömömre azt mondta, hogy mehetek. Még igen pici volt a lányunk, úgyhogy azért voltam bizonytalan. Hogy elengedje ilyen igen, jó szolgálati tevékenységbe? Igen, meg hát az, amikor már lenn voltam, akkor derült, ami a tévéből visszajön, az semmi nem volt. Tehát én amikor oda megérkeztem, saját kocsimon, mentem, vittem néhány ilyen másik önkéntest is, az egy sokkal megdöbbentőbb, sokkal félelmetesebb érzés volt, amikor ott tényleg szembesültem a látvánnyal, mint amit odáig napokig, vagy hetekig láttam a televízióban minden nap. Döbbenetes élmény volt, tehát megérkeztünk, már sötét volt a város Debrecen határába, géppisztolyos rendőrök vigyázták a bekötő utakat, a kimenő autókat, teljesen beöltözött szkafanderes katonák, vagy katasztrófavédők tisztították, slagozták le, csak úgy engedték ki a városból. Behajtani se lehetett csak úgy bárkinek, hanem igazolni kellett magunkat, hogy hova megyünk. És a városon belül több ezer és ember oda mentél, és ide-oda azt mondtad, hogy menetelt. Jöttem önkéntesként lapátolni, és akkor gyakorlatilag beengedtek? Meg volt beszélve, tehát tudták már, mert a katolikus karitásztal meg volt beszélve, hogy én megyek, kocsirendszámot le kellett adni, az emberek nevét, akiket vittem, tehát tényleg csak így engedtek be, nagyon szigorú volt az egész ellenőrzés, és akkor ott én két napig voltam tényleg, csak tehát nem egy hosszú idő volt, és hát eszembe jutott, hogy itt lehetne esetleg ebből egy kiállítást összehozni. A Caritasba beszéltem a plébános úrral, utána kitaláltam, hogy itt fotók, tehát a fotó lenne, az, a fénykép lenne az a legfontosabb, ami megjelenhetne. Viszont a fényképhez kitaláltam egy szerintem jó ötletet, legyek szerintelen. Elmentem az ottani általános iskolába, és az igazgatónőhöz bekopogtam, mondtam, ki vagyok, mit akarok. Még pedig azt akartam, hogy a gyerekek esetleg gyerekrajzokat csináljanak a katasztrófáról, ahogy ők átélték, és tulajdonképpen egy 40-50 darab rajzot kaptunk is, és ezt úgy tettük ki aztán a rajzokat, hogy fényképek mellé, tehát olyan hasonló fényképeket tettünk ki, ami ugyanazt ábrázolta, mint amit a gyerekek is éppen lerajzoltak. És persze gyűjtöttem lapátokat, védőruhákat, a katasztrófavédelemtől kaptunk komplett ilyen, hát ilyen tűzoltó sisaktól kezdve bakancsig mindent, és aztán hazavittem ezeket a dolgokat, és az ottani kiállítás rendezővel megbeszéltük, hogy mi legyen, ő pedig fölépített egy ilyen családi házat, egy romos családi házat a múzeumban, ami félig, ugye embermagasságig volt iszapos az a házsor, vagy az a település rész, ahol ugye elöntötte Debrecent, és akkor úgy ott megcsinálja, hogy felül fehér, alul vörös, és tulajdonképpen ebben a házban helyeztük el a tárgyakat, amit én gyűjtöttem, és a fotókat is, és a gyerekrajzokat is. És persze nem kértünk érte belépődőjét, hanem ilyen adományokat gyűjtöttünk, és azt aztán Debrecenre levitte a múzeum azt a pénzt, amit a Nemzeti Múzeum összegyűjtett. Tehát akkor lett belőle egy olyan időszakos kiállítás, aminek igen, a, igen. ahhoz kapcsolódó adományok, azok végül is Debrecent. Igen. És hát tulajdonképpen, ami még nagyon szívmelengető volt, vagy nekem a legjobb érzés, hogy egyrészt a kollégák nagyon segítőkészek voltak. Érdemes mondani, hogy 100 000 forintot kaptam arra, hogy én ebből kiállítást csináljak, és mindenki a külső beszállító, aki amúgy pénzért dolgozik a múzeumnak, azok ingyen dolgoztak. Tehát olyan, végén kiszámoltam, hogy olyan 1,2 millióból hoztuk ki a kiállítást, úgyhogy 100 000 forintot kellett effektíve kifizetni ezekért a dolgokért. Tehát mindenki nagyon nagy örömmel és segítőkészséggel állt hozzá a dologhoz, külsős, belsős, és aztán a gyerekeket meg felhoztuk, akik rajzolták a rajzokat, megbeszéltük a katasztrófavédelemmel, ők biztosítottak buszt, ugye felhoztuk az összes gyereket, aki rajzolt, megnézhették a kiállítást, aztán elvittük őket McDonald'sba, és nagyon élvezték, hogy tényleg nekik a Nemzeti Múzeumban ki vannak rakva az alkotásaik. Igen. És ezeket aztán be is leltároztuk, tehát ezek a gyerekrajzok. Tehát ezek a mai napig ezek a gyerek vannak a múzeumban. Rajzok, illetve a fényképek, ezek bekerültek a múzeumi állományba.
akár a katasztrófa védőruha is bekerült az állományba, tehát ezek is gyűjtésként múzeumban. És akkor ott raktározzátok valahol. Igen, és ez bármikor kell, tehát most is, amit mondjuk a mostani politikusoktól gyűjtünk, az sem azonnal a kiállításba megy, ezek is raktárba kerülnek. Ugye mi arra gondolunk, hogy majd 50 év múlva is a szegény új múzeológusoknak, mi leszünk szegények akkor, amikor már bottal járunk. Tehát az utókornak gyűjtünk most, hogy majd 50 év múlva, amikor mondjuk azt akarja egy múzeológus, hogy hát most csináljunk a rendszerváltásról egy kiállítást, vagy csináljunk a 21. század első évtizedének politika történetéről egy kiállítást, azokat a tárgyakat nekünk kell most begyűjteni, azért, hogy majd 50-100 év múlva valaki kiállítást tudjon belőle rendezni, mint ahogy nekem is a gyűjteményemben vannak Deáktól, Kossuthtól is tárgyaim, vagy Bethlentől, Hortitól, valamihez múzeológusnak nyúlnia kell, hogyha kiállítást akar rendezni. Értem. Közeleg nagyon a műsorunknak a vége. Még egy olyan gyűjtésedet szeretném felvetni, ami számomra nagyon érdekes volt. Úgy tudom, hogy a 2006-os eseményekkel, Kossuth-téri tüntetésekkel összefüggésben is gyűjtöttél anyagokat, igaz? Igen, igen, itt is mondjuk nem fogok neveket mondani, még Bece nevet se, mert még hogyha visszahallanám, még azt mondaná, hogy ennyi, nem szeretném a nevemet hallani. Hát én oda mentem szépen a Kossuth-térre, amikor már ott voltak a tüntetők, tehát már ott élték mindennapjaikat, és mondtam, hogy mit szeretnék, ugye Nemzeti Múzeumban jöttem, tárgyakat szeretnék gyűjteni a tüntetőktől, nagyon gyanúsan méregettek először, aztán oda vezettek az egyik főszervezőhöz, aki tényleg nagyon korrekt volt, és nagyon gyorsan megértette, hogy mit akarok, és mondta is, hogy jó, rendben, erre gondja lesz, és majd telefonálni fog, hogy akkor majd mehetek a tárgyakért. És nagyon gyorsan pár nap múlva jött egy telefon, és akkor beleszólt az emberke, és utó hangon, hogy XY vagyok, te egy óra múlva azonnal gyere, vagy itt kell lenned egy órán belül, mert rendőrségi rohamot kapunk, igen, az adtak. És éppen akkor otthon voltam, akkoriban még egy Skoda favoritom volt, ilyen teljesen roncs autó, bevágottam, hát ilyen agglomerációban lakom, tehát nem laktam olyan közel a Kossuth-térhez, bevágtam magam az autóba, tepertem, Kossuth-téren kiszálltam, így körbenéztem, nem mondom, most biztos a titkosszolgálat lecsekkol, hogy itt megnézik a rendszámot, és akkor kimegy be oda a tüntetők közé egyezkedni, és akkor ott tették a gulyáslevest, olyan déli, egy óra körül lehet, teljesen nagy nyugalom volt, és akkor mondták, hogy nem lesz ruham. Jó, de azért összegyűjtöttünk egy csomó mindent, és tényleg, hát ilyen főleg transzparenseket, ami papír alapú, vagy ilyen textil transzparenseket adtak. Aztán később bejött ez az úriember, és odaadott egy videókamerát, amivel felvették ők maguk, tehát ők dokumentálták a saját működésüket, és mondta, hogy hát elromlott a kamera, mert úgyse tudna mire használni, de hát erre jó lesz. És tényleg ez is egy olyan tárgy, ami hát egy videókamera, de történeti eseményt örökített meg, és ezért nekünk akár egy kiállításon majd 20-30 év múlva, most még nem, de majd 20-30 év múlva lehet, hogy fontos lesz. Illetve a transzparensek nagyon jók. Tehát éppen a múltkoriban rendezgettem őket, így ugye össze vannak hajtogatva, és néhányat kihajtottam, és olyan szövegek vannak rajta, hogy az ember a hasát fogja a nevetéstől. Tehát majd ezeket is föl lehet akár használni. Van olyan, amelyik publikus? Nem, most nem tudnék mondani, de hát főleg így az akkori kormány nyilván kapcsolatos bizonyos kritikákat fogalmaznak meg ezek a... Vagy ajánlásokat fogalmaz meg, hogy pontosan. Mit csináljon a kormány. Hát például emlékszem, amikor oda mentem, akkor voltak ilyen, nem is tudom, hogy nevezzem ezeket, hát ilyen performanszok, ilyen exteriőrök, ott szépen a Rákóczi szobor környékén, akkoriban még ilyen ligetes volt, voltak fenyőfák, minden, most már ugye átalakították a teret, és például volt egy koporsó, egy egy az egyes koporsó például, nem mondom meg, hogy mi volt ráírva, vagy hogy kinek a neve. Na gondoltam, úgyis mindenki ki tudja találni nagyjából. Nagyon jó lenne, tehát ez egy, tényleg egy érdekes történelmi emlék lenne
szerintem, de hát meg se próbáltam, hogy ezt begyűjtsem. Elvinni a múzeumban. Igen, ez azért tényleg abszurd lenne. És mondjuk ilyen 5 kilós kenyérát kötve nemzeti színű szalaggal benne gyertya, tehát ilyen kis körülvéve, mint egy kis oltár, tehát ilyen kis performanszok ott léteztek azokban a hetekben, amíg ők ott éldegéltek és tüntettek. No, Vilmos, elszaladt az időnk, hamar vége lett, nagyon élveztem a beszélgetést, köszönöm szépen, hogy itt voltál velem. A nézőktől is elbúcsúzunk lassan, egy hét múlva találkozunk ismét. Viszontlátásra!